professzor emeritus. Igen, igen, jól mondod. Professzor úrnak is szólíthatnának, de a régi ismeretségre való tekintettel, ugye mondhatom azt, hogy Laci. Sőt, szeretném kérni, persze így sokkal kellemesebb lesz a beszélgetésünk. Jó, köszönöm szépen. Laci, mesélj egy kicsit a családodról, hiszen 300 éves családról van szó, ugye? Igen, hát ugye őseim közül az egyiket édesapámnak, a másikat majd édesanyámnak a régi múlti időkre vonatkozó ismereteit szeretném elmondani most. Édesapám Erdélybe Nagyajtán született, ez Sepsiszentgyörgy mellett van, és ott járt általános iskolába. Menjünk előbb egy nagypapához talán, mert a nagypapa is egy híres ember volt, illetve a nagypapa családja. Igen, a nagypapa családja egy 300 éves család tulajdonképpen, és Erdélybe Székelyföldön laktak, tulajdonképpen észak-magyarországi területen. Ezt a részt a trianoni békeszerződés során lekapcsolták, és így tulajdonképpen ez a terület, Sepsiszentgyörgy és hát ez a környéke, ez mind Romániához került. Most 1920 körül... Nagypapát hogy hívták, Laci? Nagypapa Krám Zoltán volt. De ez a Krám család, ez egy híres család. És ez a Krám család egy híres család, igen, 300 éves múltra tekint vissza, mégpedig a hírességét arra alapozzák, hogy a törökök elleni harcban, a törökök elleni hát, viselkedésben jeleskedtek, és ezért egy családi címert is kapott a nagypapa, vagy annak az őse. A családi címerben tulajdonképpen egy aranyszínű pajzs van, és benne egy fekvő félhold. Ez így együtt arra utal, hogy a törökökkel vívott harcokban jeleskedtek. Tehát ők az egyik ág. A... És akkor édesapádról mesél, a nagypapa. Ugye eljöttek Erdélyből, mert a nagypapa nyakas székelyember volt. Igen, a nagypapa egy nyakas székelyember volt, és akkor, amikor a 20-as békeszerződés után dönteni kellett, két lehetőséget kapott. Az egyik, hogy leteszi a hűségesküt Románia mellett, és ebben az esetben maradhat ő is, meg a családja is, vagy a kitelencolást választja. Kitelencolást választotta, és ezzel tulajdonképpen megszakadt egy olyan korábbi kapcsolat, ami hát egy az ősi krámokkal kapcsolatosan. Tehát eljöttek az ősi földről. Eljöttek az ősi földről, választották ezt, inkább egy nyakas ember volt a nagyapám, és ezt választotta egy kitoloncolást. És hova jöttek el ők? Hol éltek egyébként Erdélyben helyben? Erdélyben, Sepsiszentgyörgy mellett Nagyajtán és Sepsiszentgyörgyön. Sepsiszentgyörgyön megtaláltuk korábban azt a házat is, amiben laktak, de sajnos ezt nem lehetett érvényesíteni, úgyhogy már más lakja. Igen. És hát... Hogy folytatta a nagypapa Magyarországon? Na most a nagypapa Magyarországon Kalocsára került. A Kalocsa biztosította a lakáskörülményeket, a gyerekeknek a tanulást, ugyanis 5 gyerekkel kellett ő neki akkor romániai területet abba elhagyni. Magyarországra jönni, marhavagonokba rakták őket, és egy hétig tartott az utazásuk. Hát majdnem, hogy étlen szomjan, de nagyon szolid körülmények között juthattak el végül is Kalocsára. Kalocsán kapott a nagypapa egy olyan lehetőséget, hogy a gyerekek tanulhattak, és a nagypapa meg az ottani hát közéletben tudott szerepet vállalni. Mit csinált ő ott Kalocsánat? Most Kalocsán is ők tulajdonképpen mindig a
a város a lakóterületekkel foglalkoztak. Tehát ő is ott, nem tudom én akkor milyen tanács volt, ami annak az alkalmazottja volt. És nagyon érdekes a másik nagypapa, az anyai nagypapám. Na most igen, a másik az anyai nagypapám, Maricsek János, TS-sel, mindig kihangsúlyozták, hogy nem Csép betűvel, hanem TS-sel írja a nevét. Ő erdész volt Kemencén. Hát, Szépséges Börzsönyben. A Szépséges Börzsönyben, ami nekem hát, úgy hozott örömet, hogy néhányszor ott tudtam nyaralni a nagyapámnál. Na most ő ilyenkor mindig kivitt engem arra a területre, ahol dolgozott. Hát az utolsó emlékem az, hogy egy olyan hegytetőre vitt, ahol fakitermelés volt, és ott volt egy úgynevezett felső rakodó, ahol hát az elkészített erdei választékokat Lórira, ez egy ilyen kisvasúti kocsi. Miért hívták ezt Lórénak? Azért hívták Lórénak, mert ló húzta, ló vontatta. Tulajdonképpen a két szint között, tehát Kemence, még nem tudom, említettem-e, hogy Kemencén volt ez. Igen. Hogy a település közelében volt egy vasútállomás, ott volt egy rakodó, ahol még egy szalagfűrész, meg körfűrész is volt, és az egyszerűbb erdei választékokat itt tudták elkészíteni. Na most ide ezzel a lórival került le az anyag, ugyanis ez egy ilyen kis vasúti simpályán mozgott ez a lóri, és hát ezzel a bizonyos lejtéssel lehetőség volt arra, hogy nem kellett külön vontatni, hanem ez fékezéssel le tudom gurulni. Most fölfelé mindig ló vontatta ezt a lórét. Nagyapám fönt, amikor fölérkezett a helyszínre, kifogta a lovat, megveregette, és ezzel a ló visszament a saját istállójába. Úgyhogy egy ilyen emlékem maradt. Mindig vitt magával, és magyarázta, hogy hogy néznek ki a különböző fák, hogy lesz ebből különböző olyan választék, ami utána megtalálható a kertünkbe is például. Itt megkaptad az első indítatást az erdészre. Az első indítatást, amit még azzal tetézett, hogy amikor lefelé ereszkedtünk, akkor hát ő mást idegent nem hagyott, a ketten vonultunk csak ezzel a lóréval. És egy ponton mindig meg kellett állni, ahol az öregnek egy pincéje volt, és ebben a pincébe bort is tárolt. És ő neki volt egy rendes boros pohara, nekem egy gyűszűnyi méretű kisebb pohár, és minden alkalommal ezt, amikor így hazafelé mentünk, akkor megtette ezt a szertartást, hogy ittunk ebből a borból. Férfivá hatott. Na most a nyár végén megkérdezte, hogy na, hogy tetszett ez a terület, hogy tetszett a nyár, hogy tetszettek a lóri és vasúti mozgások, és akkor én csak annyit mondtam, hogy én erdész leszek. Hát ez volt talán az első olyan kapcsolata az erdővel, amikor tényleg életközelből megismerhettem. Mesélj édesapádról, őt hogy hívták édesapádról? Édesapámat Hargitai Jenőnek hívták, amikor én születtem, de ő még Krám Jenőként született és végezte a napi feladatait, mint hajóállomás főnök. Érdekes ugyanis szakmát választott, ugye? Hajós kapitány szeretett volna lenni? Hajós kapitány szeretett volna lenni, ami azzal jár együtt, hogy időnként hosszabb időre is eltávolik a családtól, a szeretteitől, esetleg évekre is. Akkor kezdett udvarolni édesanyámnak, aki Maricsek Erzsébet, egy erdésznek a lánya volt. Akiről beszéltünk Kemencén. Kemencén beszéltünk. És anyukád rábeszélte, hogy ne legyen hajós kapitány. És nagy vita után végül megállapodtak abba, hogy
ez a végzettség édesapámnak a hajós kapitányi végzettség, egy hajós tiszti iskola volt. Ez alkalmas parti szolgálatokra is. Tehát például hajóállomás főnöknek. És rábeszélte, hogy akkor ne a hajós kapitányi feladatot vállalja, hanem inkább maradjon a parton. És hát ebben végül sikerült így megállapodni. És akkor 1931-ben ők össze is házasodtak. 32-ben született az első gyerek, Mária, aki még Krám Máriaként született. Most 38-ban te már Hargitaiként. 38-ban én már Hargitaiként, ugyanis az történt, hogy 1936-ban volt egy olyan lehetőség, hogy magyarosítani az új neveket azoknak, akik betelepültek a volt magyarországi nagy területről a trianoni békeszerződés miatt. És akkor ők a Hargitait választották azzal, hogy kicsit a nosztalgiát követve, hát ez majd egy olyan név lesz, amit jobban el tudnak fogadni. És így lett aztán ő Hargitai Jenő, én már 38-ban Hargitai Lászlóként születtem. Laci, mesélj a háborúról, hogy értétek meg, tisztán a háborúra még nagyon jól emlékszel. Háborúra nagyon jól emlékszem, hát először is azért, mert ebben az évben nem indultak az iskolák, nem tudtak iskolai tanításokat végezni, tehát nem jártam iskolába, hanem azt a területet, ahol a harcok voltak, azt a területet sajnos sokszor végig kellett látni. Nyergesújfalon laktatok a háborúban? Akkor Nyergesújfalon laktunk, mégpedig úgy, hogy édesapámnak a hajóállomáson volt szolgálata, és ez a falu egyik végén volt, a másik végén a viszkóza gyár területénél kaptunk lakást. Úgyhogy minden nap biciklivel járt a munkahelyére, a hajóállomáshoz. És akkor, amikor hát már közeledett a háborúnak a vége, hát szörnyű bombázások voltak, de háborúnak a vége, nagyon sűrűn váltották egymást az oroszok meg a németek azon a területen, és akkor épült föl egy családi házunk, amit nem is tudott apám rendesen befejezni, mert tartozott hozzá egy kis erdőterület, akácos erdő, és már annak a bekerítését, az egész területet már nem tudta befejezni. Na és itt arra emlékszem, hogy volt egy óriási elképzelése a németeknek, hogy mielőtt kivonulnának, fel akarták robbantani az Eternit palagyárat, az Eternitnek a vasútállomását, ami hát ugye takarásban volt a mi házunk, és nem lehetett onnan tulajdonképpen látni, de nagy veszély volt arra, hogy esetleg minket is érez a támadás. Most a németek nagyon becsületesen a környéken lakókat velünk együtt kitelepítették, úgyhogy átvittek bennünket a Dunán. A Duna túlsó oldalára ilyen üres benzines hordokból tákolt tutajokat készítettek, és azt ilyen rocsóval, ilyen motorcsónakkal vontatták át a Dunán. Két ilyen tutaj volt, és váltották egymást. Az egyik tutaj, ami éppen kiértünk, amikor orosz kétfödeles repülőgépek jelentek meg, és ilyen szögletes szőnyeg bombázással bombáztak a területeket. Többek között azt a második kompot, amelyik utánunk jött, az is teli találat érte. Nagy szerencsétek volt. Úgyhogy nagy szerencsénk volt. Érdekes talán, hogy hát anyámmal mentünk akkor, a nővéremet sikerült elrejteni rokonoknál, és a három gyerekkel, velem, a Lászlóval, az István öcsémmel és Attila öcsémmel, akik nálam fiatalabbak voltak,
az Attila 4 éve pólyás volt, az István öcsém 2 éve volt fiatalabb, általános iskolában ő sem járt emiatt, hogy nem volt iskola. Csak amikor átértünk a Dunán, akkor ő behasalt a záróba, mert látta a környezetben lévő embereket, meg a katonákat, hogy mindenki az árokba igyekszik meghúzni magát. Fejre rakta a kezét, utána megkérdeztük, hogy ez miért csinálta, hogy nehogy bomba érje. Igen, a gyerek. A gyerek, igen. Onnan menekültetek tovább. Úgyhogy tulajdonképpen Érsekújvárra kellett volna mennünk, mert ott éltek valami rokonaink, és nagyjából közel volt Nyergesújfalhoz, csak a Duna túlsó oldalán. És hát mire beértünk arra a részre, hát közben sokat kellett gyalogolni, néha egy katonai jármű fölvett bennünket, akkor vittek bennünket egy darabig. És amikor beértünk Érsekújvárra, akkor volt a szőnyegbombázás, eddigre már este volt késő. Hát anyám a 3 gyerekkel az első házba próbált bemenni, és ott a pincébe keresni egy búvóhelyet. És ott a pincébe víz volt, ezt úgy próbálták kompenzálni, hogy padlókat helyeztek, vagy faanyagot helyeztek a víz fölé, nem tudom, hogy milyen alátéteken, de a lényeg az, hogy én megbotlottam, beleestem a vízbe, és hát természetesen elkezdtem bömbölni, sírni. Hát az ott lévők meg, akik már ott voltak, rosszalásukat fejezték ki, hogy nem elég a mi bajunk, ide jönnek a gyerek, meg itt üvölt. Anyám azt mondta, hogy a 3 gyereke olyan mindegy, hogy hol ér bennünket a támadás. Kimentünk és házról házra próbáltunk eljutni ehhez a rokonhoz. Hát végül megtaláltuk, és ott töltöttünk 1-2 napot. De utána nem sokkal volt a oroszokkal a megegyezés, és itt megint csak az következett be, hogy itt vissza kellett települnünk Magyarországra. És még ott volt egy szőnyegbombázás, hogyha ott maradtok, ugye? Ja, igen, hogyha ott maradtunk volna, másnap elmentünk arra a helyre, ahol én beleestem a vízbe, és ott tulajdonképpen egy bombatölcsér volt a épületnek a helyén. Tehát, hogyha nem esek bele a vízbe, nem vagyok sírós, akkor lehet, hogy most itt nem tudnánk beszélgetni. Igen. Tehát... Laci, hol jártál általános iskolában? Mondod, hogy 40-es évek, a háború alatt ugye kimaradt az évfolyam. Háború alatt kimaradt az évfolyam. Hát egyáltalán az iskola kezdés az Nyergesújfalon volt. Nyergesújfalon a lakásunktól körülbelül 4 kilométerre volt az iskola. Át kellett menni egy dombtetőn, és úgy jutottunk el naponta. Hát abban az időben olyan körülmények voltak, hogy az iskolában alig voltak üveges ablakok, papírral volt, kartonlapokkal volt betakarva az üveg. És aknák mindig, voltak mindenütt, ugye? És mindenütt még aknák voltak, szanaszét, bombák. Minden nap volt valami súlyos baleset, mert gyerekek játszottak ezekkel a bombákkal, gránátokkal. Akkor az iskolában hát a fűtés az úgy volt megoldva, hogy a termekben volt egy ilyen dobkályha, amiben mindig vinnünk kellett vagy egy darab fát, vagy egy pár darab szenet, vagy valamit. Úgyhogy azzal tüzeltek, amit mi vittünk. Mit ti vittetek? Úgyhogy ilyen körülmények voltak. Hát ezek voltak a... Aztán elkerülték Kemencére ismét, ugye? Igen, na most, igen, hát ugye a középiskolai... Nem még az kezdés, általános iskola, tehát a nagybátyád, a Maros János. Igen, kezdés előtt még, hát tulajdonképpen általános iskolába több helyen jártam. Tehát Nyergesőfalon kezdtem, voltam Kemencén,
kemencén tényleg a nagybátyám, akit említettél, Maros János. Volt egy olyan iskolának az igazgatója, ahol az első osztálytól a nyolcadikig mindenki együtt tanult, járt körbe, mindenkinek osztott ki feladatot, és következő körön még ellenőrizte, úgyhogy ilyen körülbelül. Utána apámat elhelyezték Madocsára, hajóállomás főnöknek. Na, Madocsán ez a hajóállomás nagyon messze volt a falutól, ahol volt ugyan általános iskola, de volt egy kedvező lehetőség, Pakson egy hajós nevelő otthon létesült, ahol hát gyerekeknek hajós gyerekeit lehetett tanítani. Igen. Itt általános iskolára, hát az általános iskola tulajdonképpen egy katolikus iskola volt, úgyhogy minden nap imádkoznunk is kellett. Aztán elkerültél Szolnokra. Na most utána apámat elhelyezték a szolnoki hajóállomásra főnöknek. Ez tűnt egy hosszabb idejű változásnak, mert itt akkor gőzhajók is közlekedtek még. A gőzhajók, ezek ilyen piaci kofahajóknak nevezték ezeket, mert minden reggel 6 óra után ez a hajó megjelent, összeszedte útközben a hajóállomásokon a megfelelő árut, meg a kofákat, és utána hát ilyen kétkerekű kocsival hordták az emberek a piacra hozott árut, és minden nap teljesen friss árut hoztak. Na most itt tulajdonképpen a hajóállomáshoz szolgálati lakás is járt. Ennek a szolgálati lakásnak az alsó szintjén volt az iroda, a hajóállomás főnöknek az irodája, és olyan váróterem, amiben kétféle váróterem volt, az egyikben fűtöttek is, a másikban meg nem fűtöttek. Hát ennek nyáron nincs különösebb szerepe, mert nyáron nem kellett fűteni, de télen bizony van. És ezeket a gőzhajókat, hát ugye szénnel tüzelt gőzgépek hajtották, hát nem egyszer került arra sor, hogy éjszaka, mi azért, mert hát ez tilos volt, a család rakott ki szenet azért, hogy valami kis pénzt keressen apám kiegészítésül a fizetését. Igen. Úgyhogy... Tehát Szolnokon is jártál, aztán általános Szolnokon is jártam az általános iskolába, és ott is végeztem a 8 általános. Még volt pedig... egy jó barátod, a Császár Bandi. Igen, a Császár Bandi. Hát egy testi-lelki jó barátom volt, nagyon sok mindent együtt csináltunk. Mi lett vele egyébként? Most nagyon érdekes, hogy a Császár Bandinak az bátyja a Bükkbe erdész volt, Bükkfenségon. És egy alkalommal nyáron megkért arra bennünket, hogy töltsünk ott egy nyarat, és akkor majd eldöntjük, hogy tetszik-e nekünk ez a feladat, ez a munka, vagy nem. És hát kifogtunk egy olyan hetet, amikor egy hétig szakadt az eső. Ettől függetlenül nekünk olyan nagy élmény volt, hogy azt mondtuk, hogy mi erdészek leszünk. A második injekció. A második injekció. Na most volt egy olyan lehetőség, hogy azoknak, akik 40-38-as születésűek, és 44-ben nem volt lehetőségük a tanulmányokat megkezdeni, azok a 7.-8. osztályt egy év alatt ugratónak nevezték ezeket az osztályokat, egy év alatt végezhetik el. Hát én is azonnal jelentkeztem, jó tanuló voltam, minden tantárgyból kitűnő, és hát sikeresen befejeztem. De volt egy olyan kérésünk, hogy tehát én jelentkeztem az erdészeti szakközépiskolába, ami akkor Esztergomból Debrecenbe került. Most az életnek a fintora, hogy engem fölvettek, annak ellenére, hogy a Császár Pista ott volt háttérnek, mint már egy elfogadott, és
Engem fölvettek, őt meg nem. Őt meg nem. De aztán később pótfölvételivel ő is bekerülhetett, de nem egy osztályba jártunk, hanem sajnos külön osztályba. Mesélj nekem, Laci, legyél szíves, a tanárai, kiváló tanárai voltak. Na most kiváló tanárok voltak. Hát az egyik Kolvenc Ödön, aki Dönci bácsi, akinek a fia is, nem tudom, hogy mind a kettő, meg két fia volt. Az egyik fia az erdőmérnök, az tavaly kapott aranydiplomát. Micsoda kor. És a tanárok közül, tehát ő volt az egyik, Kricsfalvi Viktor. Viktor bácsi, hát ez fantasztikus. Ugyanis akkor, amikor én jelentkeztem a technikum, még szakközépiskolába, akkor ő volt a fölvételiztető kérdező. És a kérdése az volt, hogy többek között kíváncsi volt arra, hogy miért akarok erdész lenni, mennyire ismerem az erdőt, tudom-e, hogy nem csak lóháton járnak, meg nem csak puska van a vállukon az erdészeknek, hanem milyen feladatok van. És még egy kérdése volt, ami nagyon lényeges, beszéljek a mohák szaporodásáról. Na most hát tanult ezt tulajdonképpen, és nagyon meg volt vele elégedve. Úgyhogy én mondom, bekerültem aztán. Még meg is van a fölvételi jegyem is másolatban. Négy helyen is jártál technikumba, ugye, mert közben mindig változott a technikum. Na most aztán, amikor mi beiratkoztunk, akkor közölték, hogy a 3 éves szakközépiskola 4 évre változik, és technikumként fog funkcionálni, szerepelni, és mint technikusok fogunk végezni. Igen ám, de még akkor nem volt egy stabil helye ennek a technikumnak, hanem az első évet a Böszörményi úton, Debrecenbe végeztük. A második évben Debrecenbe a Kishegyesi úton egy óvodát kapott az iskola, és ott történtek az előadások, vizsgáztatás, meg a nyári gyakorlat, meg minden. A harmadik évben Debrecenbe Pallagra kerültünk, ahol szintén mezőgazdászok voltak, de állattenyésztők. Hát ezekkel az állattenyésztőkkel mi nagyon rossz kapcsolatban voltunk, mert őneki föl kellett korán kelni, kiganézni a tehenek alatt a halmot, megfejni a teheneket, és utána bejöttek 7:30 körül, reggel, vagy 7 óra körül reggelizni, abban a ruhában, amiben az istállóban voltak. Na most hát ezt nagyon nehezményeztük, hogy hát itt van reggel mindenki éhesen, mit tudom, és akkor nagyon büdösen bejönnek ezek a mezőgazdászok, hogy nem lehetne átöltözni nekik, mielőtt bejönnek. Na és az iskola igazgatója akkor Lóderer Jenő volt, aki egy mezőgazdás kis alacsony termetű, kapciás ember, csizmába összehívta az egész iskolát egy nagy terembe, ahol hát szoktak lenni ilyen tantervek, az a különböző rendezvények, gyakorlatok, torna is ott szokott történni. Összehívta, és akkor azt mondta, hogy én büszke vagyok arra, vertem mellét, én büszke vagyok arra, hogy nekem szarszagom van. És itt vegye tudomásul mindenki, hogy az erdész urak nem tudnának menni addig sehova, amíg mi be nem jövünk, és nem szüntetjük meg ezt a helyzetet. Szegeden érettségiztél, ugye? Szegeden érettségiztem 1956-ban. Hát akkor ugye nagyon nagy felfordulás volt az országban, elég nehéz volt minden, és például szerettük volna megünnepelni egy kicsit valamilyen formában az, hogy itt végeztünk ebbe az iskolában, ami most már talán véglegesen itt Szegedként itt fog maradni a jövő erdészeinek, és ehhez szerettünk volna egy ballagást, a jelenlegi körülmények közötti ballagást megszervezni, hát ezt nem engedélyezték, csak annyit engedélyeztek, hogy az épület előtt körbe tudtunk menni, és hát ez volt tulajdonképpen a
az egész búcsú Szeged városától is, meg az iskolától. Most, hát ezt követően ugye került sor arra, hogy el kellett dönteni, hogy most dolgozni akarunk, vagy tovább akarunk tanulni. Akkor az a rendszer volt még, hogy mindenki munkakönyvet kapott, aki végzett, és abban az első munkahelyen már rögzítve volt. Tehát az év, utolsó év során még tisztázni kellett, hogy ki hol akar dolgozni, hol tudják befogadni, mint erdésztechnikust, és eleve mindenkit elhelyeztek. Kivéve azt, aki jelentkezett egyetemre, és vagy fölvették, vagy nem. Ha nem vették, ha fölvették, ugye akkor nincs probléma. Akiket nem vettek föl, azoknak a minisztériumba kellett menni, és ott jelöltek ki megfelelő munkahelyet a számára. Na most, hát én tulajdonképpen szolnoki kötődésű voltam, édesapám ott volt hajóállomásfőnök, ott végeztem el az általános iskolát, és jelentkeztem a soproni erdészeti is. Hát benned volt az indítatás. Bennem volt az indítatás már két órára. Két megelőző elmesélted, Kemence és Bükhegység. Igen. És hát jelentkeztem erdőmérnöknek 1956-ban. Akkor nem vettek föl, és ekkor az volt a rendelet, úgy szólt, hogy akit nem vettek föl, hanem föl kellett menni a minisztériumba, és akkor ott megadott helyen lehetett választani azért, hogy ki hova menne, nem arra a helyre, ahol szándékozik, hanem mit tudom én. És hát hirtelen Szolnokra nem tudtak akkor helyet biztosítani, és szóltak a faipari ágazatnak a vezetőjének, Lonkai Jánosnak, aki erdőmérnök volt, de hozzátartozott a hazai faipar, elsősorban a fűrészipar. És akkor elkezdett nekem arról beszélni, hogy Szolnokon ugyan erdészeti hely nem lesz, erdésznek hely, de ott van a szolnoki fűrészüzem, aztán gondolkodjak rajta, hogy esetleg ott azok a jelenlegi művezetők, akik ott vannak, ők a kiemelt munkások közül kerültek ki, tehát szakképesítése egyiküknek sincs, sőt a vezető két elemije van, de ő volt az első faiparos az üzembe, és akkor őt nevezték ki ott üzemvezetőnek. Tehát, hogy vannak lehetőségeim a jövőt nézve. És akkor sokat gondolkodtam, de azért nem annyit, hogy ne tudtam volna eldönteni, hogy megpróbálom. 56-ban Szolnokra kerültem művezetőnek, és ott voltam egy évig, amikor 1957-ben elindult a faipari mérnök képzés. Az első év. Az első évfolyam. És akkor én jelentkeztem faipari karra, faipari szakra az erdőmérnöki egyetemen belül, és akkor fel is vettek. Úgyhogy abban az első évfolyamban én bekerültem. Igen ám, de nem sokkal a kezdés után volt, az akkori szokás volt, hogy az egyetemistákat behívták katonának. Sorozáson kellett részt venni, és a sorozáson találtak valamit a tüdőmen, ami miatt azonnal kimondtak a jelentkezők közül. Két évet levelezőként kellett járnom. Pontosabban két évet teljes mértékben ki kellett, nem én mondom, ki kellett hagynom, amíg a gyógyulásom be nem következik. Az az érdekes, hogy sose voltam pozitív, tehát nem volt semmi, csak találtak valami olyan foltot a tüdőmben, amivel lehet kapaszkodni, hogy amiatt nem lehetek katona. Na és akkor utána, amikor visszamentem, utána
levelező tagozaton folytattam, mert közben én főművezető lettem a szolnoki fűrészüzemben. Először művezetőként, aztán főművezetőként dolgoztam. Tehát ott dolgoztál az egyetem mellett? Ott dolgoztam az egyetem mellett, és végeztem 1964-ben. Ugye 62-ben kellett volna eredetileg a felvételi után, de ez a két év miatt két évet csúsztam, és így 64-ben jelentkeztem. Amikor befejezted az egyetemet, milyen szakmai pályafutás állt következett? Na most, hát ugye volt a harmadik váltás, amikor dönteni kellett, hogy nem erdésznek, hanem faiparosnak megyek. Hát itt nagyon egyszerű volt a döntés, hogy milyen irányba kezdek el tovább dolgozni, mert már megismertem a szolnoki fűrészüzemet, ugyanis akkor, amikor én először most oda kerültem 1956-ban a föl nem vett erdőmérnöki képzés után faipari tagozatra még nem volt akkor lehetőség. Igen. És akkor ott dolgoztam, akkor építettek be egy keretfűrész Szolnokon. És hát abban én részt tudtam venni, mert egy keretfűrésznek a beépítéséhez kellenek építészeti, gépészeti, technikai, technikusi feladatokat teljesíteni. És akkor én ott voltam egy évig, ezt figyeltem, és utána jelentkeztem Sopronba. Igen. Na most miután Sopronba végeztem, akkor én maradtam a cégemnél, amelyik Budapesti Fűrészek címén több telephelyen rendelkezett. Volt fűrészüzeme Szolnokon, volt Pusztamámon, volt Bakony-Szentlászló Vinyén, volt Budapesten, és emellett volt egy ládagyára is Budapesten. Na most hát ugye akkor, amikor megkezdtem a munkámat, nem sokkal utána megnősültem, 1965-ben, és kerestünk valami lakásmegoldást, mert a szülőknél helyezkedtünk csak el, tehát akkor nem volt ilyen lakás lehetőség, mint amik most vannak. Próbáltunk először, az üzem területén voltak szolgálati lakások, hogy ahhoz hozzáépíteni, vagy egy garázs volt, amit a garázs lehetett volna átalakítani. Végül amellett döntött a cég, hogy van Pusztamámon egy fűrészüzeme az egyetemnek, ahol éppen vezetőváltás van, ugyanis a vezető az egy pártvezető volt korábban, de valami disznóságot csinált, és ezért büntetésből lehelyezték Pusztamámra fűrészüzem vezetőnek. Egyébként egy olyan ember volt, aki magánemberként, tehát nem nősült meg, legény emberként tevékenykedett. Szolgálati lakás volt a fűrészüzemben. Mondjuk ez, engem ez izgatott elsősorban. A lakás, ugye? Ez a lakás. De ő ezt a lakást arra használta, hogy egy helységet, ami a fürdőszobához közel volt, azt a helységet gondozta, a többi viszont csirkéket tartott. Na most, hát neki megszűnt a büntetése, visszamehetett a korábbi munkahelyére, ami hajógyár volt Budapesten, és akkor felszabadult ez a szolgálati lakás. Na most először az üzemnek az akkori munkatársai, vezetői, köztük Trisberger Robi barátom, akik arra igyekeztek valahogy ott valamit kitalálni, hogy hogy lehetne ebből a csirkeólból lakást csinálni. Úgyhogy háromszor vagy négyszer kellett átmeszelni a belső falakat. Olyan szag volt. Igen. És hát először nem engedtek meg lejárni oda, hogy nehogy lássam ezt a jelenlegi szituációt. De a lényeg az, hogy aztán ez sikerült végül, és akkor én Pusztamámra kerültem 1965
65-től 68-ig. 66-ban megszületett az első fiam, az Attila, akinek az első játéka, amikor már mozogni tudott, egy kis vasúti pályakocsi volt, ami az üzemterületén lehetett mozgatni. Aztán ő vállalta azt, hogy majd ha tanul, akkor majd folytatni fogja ezt a szakmát. Tényleg erdészeti technikumban végzett, faipari tagozaton, de ezt a szakmát egyáltalán nem folytatta. Na és akkor hát Pusztavámon meg egy olyan szituációba kerültem, hogy nem sokkal azután, hogy bekerültem a fűrészüzem vezetőjeként, a tanácsba egy ember valamiért távozott, hogy meghaltak a rokonai, vagy mit tudom én. A lényeg az, hogy megüresedett egy hely, és akkor engem delegáltak oda, hogy segítsen, ugyanis a tanácsba olyan emberek voltak ott, a helyi áfésznek a vezetője, az erdészet vezető, szóval mindig olyanok, akik tudnak valamit tenni a községért. És ahányszor ilyen tanácsülés volt, ott mindig felmerült, hogy volt itt valamikor egy csukató, és az milyen jó volt, mert akkor, amikor az még az urassághoz tartozott, akkor hattyúk voltak rajta, meg hal volt benne, meg mindenféle. Hát mondom, akkor egyszer egy alkalommal, amikor ilyen bírálat elhangzott megint, akkor azt mondtam, hogy fogjunk össze, engedjük le, csapoljuk le a tavat, tisztítsák ki a bányászok, akik, mert ott volt Pusztavámi szénbánya, tisztítsák ki a mocsarat rendesen, utána visszaengedjük a vizet, és akkor utána majd lehet fürdésre használni, meg akármire. Az igazgatómnak ez nagyon tetszett az ötlet, és egyik alkalommal, amikor lent volt, ő mindig, amikor lejött, akkor a kocsiba átöltözött fürdőruhába, és mindig megfürdött ebbe a tóba, mert kellemes volt a vize. Meg hát elég vízmérség volt, hogy úszni lehetett benne. És akkor elmondtam neki az ötletemet, ezt támogatta, mivel nálunk csak lombos rönkök voltak, azt mondta, hogy majd abba segít, hogy valamelyik fűrészüzemben, ahol fenyőt dolgoznak fel, Szolnokon vagy Budapesten, majd onnan valami anyagot fogunk kapni. Na és akkor hát elkezdődött egy beszélgetés, hogy de ha már ezt megcsináljátok, ezt a tavat, akkor csináljunk oda egy bódét, amiben ha halászok jönnek, akkor ott tudja tárolni a botját, meg mit tudom én, kell neki útszalászni. De akkor már akkora legyen, hogy legyen benne egy ágy, aztán két ágy, aztán végül a lényeg az, hogy végül kialakult az, hogy legyen egy ilyen alpesi stílusú csupatető ház, amiben két gyerek, két felnőttel el tud szállásolni olyankor, hogyha kimaradnak fürdésre vagy egyéb célra. Megvan ez még manapság, ez a ház? Na most az érdekes, hogy nem tudom, fényképet hoztam talán itt valamelyik közt megtalálható. Ez tulajdonképpen 68-ra készült el. És 70-ben volt egy Ég és Föld című folyóirat, azon a címoldalon megjelent a fényképet. Igen, láttam is. Ja. Igen. Na és hát tulajdonképpen egy olyan nagy bajt követtem el, az erdészek voltak megbízva az engedélyeknek a beszerzésével. Most azt mondták, hogy abban az esetben nem kell engedély az építkezéshez, hogyha nem talajhoz kötött, és nem befolyásolja a körülötte lévő környezetet. Tehát megkaptuk az engedélyt magyarul, kaptunk egy vagon rönköt Budapestről, amivel a faanyagot tudtuk elkészíteni, és elkezdődött ennek a faháznak az legyártása. Na most hát ugye egy gerenda szerkezet volt, amit utána lambériával borítottunk, és hát ez egy látványos valami volt, én azt mondtam, egy kilométerre volt a tó, ez a csukató, egy kilométerre volt a fűrészüzemtől, de mondom, először állítsuk össze itt a szerkezetet legalább,
hogy ne kelljen minden darabba oda-vissza mászkálni, hogy valamit javítani kell. Na hát ez a szerkezet, amikor a szemközti bányába a helyi újságnak a riportere kint volt egy interjút készíteni, és látta nálunk ezt a szerkezetet, egy délután volt ez. Már akkor én nem voltam az üzembe, hanem a művezető. A riporter kérte a művezetőt, hogy most mi, mesélj el, hogy mi készül itt, és akkor azt mondta, hogy hát a dolgozók társadalmi munkába készítenek egy vikend házat a Csukató partjára. Most ez megjelent az akkori vasárnapi újságnak a címoldalán, amiről hát nem tudtak sem a fényképpel együtt. Igen. Amiről nem tudtak sem. Nem volt építési engedély. Igen. Hát az építési engedély nem volt. És akkor hát egyik alkalommal egy 5-6 óra körül valamikor délután kijelentkezett hozzám egy ügyintéző, aki a természetvédelmi hivatalban, vagy hol dolgozott a megyei tanácsnál, és hozott egy határozatot, hogy ez most erre vonatkozik, hogy milyen jól néz ki ez a ház itt ebben a környezetben, milyen kár lesz ezt lebontani, mert sajnos ezt le kell bontani, és vissza kell állítani az eredeti helyzetet. Na most erre azért nem került sor végül, mert az egyik vállalata, vagy egyetemi vezető valamilyen születésnapját ünnepelte, és ilyenkor, amikor ilyen rendezvény volt, akkor mindig valami hivatalos dologgal egybekötve történt ez. És meg voltunk hívva mi is, mint vezetők. Magammal vittem ezt a határozatot, hogy ez most egy alkalom lesz, hogy valakinek ott én ezt fölhozom. Na és hát tényleg, amikor emelkedett volt a hangulat, akkor előhoztam ezt a témát, és az egésznek a fintora az, hogy utána kötelezték a megyei tanácsot, hogy telkesítse, a telkeket árulja. Úgyhogy az erdészet, én megkaptam ingyen a területet, de az erdészetnek, a természetvédelmi hivatalnak, meg mindennek meg kellett vásárolni a területet. Ugorjunk egy kicsit az időben. 1976-ban Sopronba kerültél. Még egyszer. Ki hívott ide Sopronba? Hogy kerültél? Kinek az invitálására érkeztél ide az akkori Nyugat-Magyarországi Egyetemre? Igen. Ez egy pillanatra vissza kell lépnünk 1973-ra, ugyanis akkor kerültem én vissza Szolnokra, szolnoki fűrészüzembe. Tehát 3 évet voltam ott 1976-ban, amikor megkerestek az egyetemről, az egyetem vezetői közül dékán helyettes, a párbizottságnak a vezetője. Lejöttek személyesen, és megkértek, hogy akkor bent volt egy pályázat a fa-technológia tanszéken. Kik jöttek ide sor, kik mentek oda érted Szolnokra? Húha. Hát akkori faipari karon a DK helyettes. Uh-huh. Most hirtelen nevekkel van. Jó, igen. Meg a pár, az egyetem meg a pártitkára. Az ki volt, nem tudod? Na mindegy, nem érdekes. Jó, igen. Na és hát ők jöttek, és megkértek, akkor már volt egy pályázat, a fa-technológia tanszéken oktatták a fűrészipari technológiát, amit Tanka Sándor nevű adjunktus folytatott, de nyugdíjba ment, és ő azt mondta, egy percig nem dolgozik tovább, hát ő neki mennie kell. Na most én a szakmában azért eléggé közismert voltam, elfogadott az egész faipar, és akkor ezért jöttek le Sopronba, Sopronból az egyetemről,
megkérni, hogy adjam be a pályázatot, amit aztán én el is nyertem. Most 1956-tól 57-ig, ugye annak idején egy évet már dolgoztam Szolnokon, utána több fűrészüzembe teljesítettem, és kezdettől fogva nekem az volt a feladatom, hogy a fűrészipari technológiának elsősorban a gyakorlati oktatását próbáljam fejleszteni. Kik voltak akkor a tanszéken, Laci? Kovács Illés volt a tanszéknek a vezetője, Gerencsér Kinga. Ő még most is ott van, úgy tudom, az egyetemen. Igen. Dolgozgat, igen. Aztán te lettél a tanszékvezető, ugye ketté vált a tanszék. Aztán ketté vált a tanszék később, és lett egy fa technológia, amit a Molnár Sándor kapott meg. Ugyanis kettőnk között azért volt egy nagy rivalitás. Akkor, amikor engem 76-ban felkértek, akkor nem gondoltam arra, hogy én most igent mondtam ugyan, de én nekem pótolnom kell egy csomó dolgot, tehát kutatni kell, publikációkat kell, tudományos fokozatot kell elérni, stb. Ahhoz, hogy itt oktathassak meg, hogy az előre menetelem biztosítva legyen. De így aztán 1976 után 84-ben egyetem, 84-ig egyetemi adjunktus voltál, majd 84-től 97-ig egyetemi docens, 97-től 2005-ig egyetemi tanár, tanszékvezető egyetemi tanár. Igen. Hogy emlékszel vissza az egyetemi évekre? Szép évek voltak ezek? Szép évek voltak, és tulajdonképpen az, amit én az egész életemben végig képzeltem, azt végig tudtam folytatni. Tudtam hasznosítani azokat a dolgokat, amiket gyakorlat során elsajátítottam, és egyben lehetőséget kaptam arra, hogy azokat a hiányosságokat, ami a publikációban, a kutató munkában, az idegen területen lévő országokban, a faipari szinteknek a elérésébe tudjunk valami mi is követni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 1978-ban már dékán helyettesnek neveztek ki, 1984-től 6 éven két cikluson át, pedig a faipari kar dékánja volt. Igen. Hát két ciklusban a dékán helyettesi funkcióban történtek nagyobb lépések, ami a faipari fejlesztéseket jelentette. 84-ben került sor először a papíripar és a csomagolóiparnak a fejlesztésére. Hát abban olyan egyéni sikereket értem el, amit utána értékeltek azzal, hogy kiváló dolgozó kitüntetésben részesítettek. Ugye nem volt papíripari képzés addig Magyarországon. Ugyanis papíripari képzés az a főiskolai képzéssel és a szakmunkás képzéssel befejeződött. Na most egyre több lehetőség igénye merült föl okleveles mérnöki képesítésnek a megszerzésére, mert azok a vállalati vezetők, egyetemi oktatók, akik rendelkeztek a főiskolai végzettséggel, szerettek volna előrelépni. És akkor meg kellett szervezni tulajdonképpen a papíripari és a csomagolóipari képzést. Akkor a KGST országok között volt egy olyan kötelezmény, hogy olyannak kell lenni ezeknek a újabb szakoknak, hogy bármikor átjárható legyen. Tehát ha valaki
nem tudom én, valahol megkezdi a tanulmányait, és időközben változások következnek az életébe, és máshol akarja folytatni, akkor más országban ugyanazokkal a feltételekkel kaphasson esélyt arra, hogy a felsőfokú szakképzések mellett ezt még elvégezze. És a papíripari képzésnél volt egy olyan ferde lehetőségünk. Igen. Tehát a papíripari képzés, hány évre végzett papíripari mérnökként, Laci? Papíripari mérnökként utána már nem tudom, de az első, tulajdonképpen ez kiegészítő képzés volt, tehát arra épült, hogy a megkezdett főiskolai tanulmányokat itt folytatni lehessen, ugyanis erre egy állami kötelezvény is, és egyéni igények is jelentkeztek. Igen. Na most, 1900, meddig voltál az egyetemen pontosan? 2005. 2005. Innen mentél, jó, habilitáltál, ugye? Igen, és, tanár. És aztán innen mentem nyugdíjba. 2005-ben. Na most a nyugdíjazásom az kétféleképpen oldódott meg, mert amikor 60 éves voltam, akkor lehetőség volt arra, hogy nyugdíjba menjek, megállapítják a nyugdíjat, és még nyugdíjas kezelnek attól kezdve, de mellette dolgozhatok folyamatosan. Utólag megbántam, de vállaltam ezt a formát. És akkor ténylegesen 2005. szeptemberétől nem folytathattam már az egyetemi tanári. Laci, mesélj nekem egy kicsit a Kovács Illésről. Olyan keveset tudunk róla, tehát mennyi, te néhány, jó néhány évig voltál vele kollega, ugye? Igen, most pontosan nem emlékszem, hogy hány évig, de több évig. Hát egy végtelen, rendes, nyugodt ember volt, aki a szakmának élt, de másodpercre kidolgozott mindent. A leírt szövegei olyanok voltak, hogy ahhoz nem lehetett hozzátenni semmit. Tehát egy remek ember volt. Nem dolgozott a szakmában sehol. Testi hibája volt, és ezért inkább mentette a család, és elméleti úton jutott el mindoda, ahova eljutott. Te vizsgáztál nála, amikor hallgató voltál? Na most, amikor hallgató voltam, akkor vizsgáztam nála is. Hát a vizsgánk az több napig tartott szinte. Nagyon érdekes volt, hogy ő úgy tartotta a vizsgáit, hogy idegenek is bemehettek a vizsgára. És aztán az teljesen mindegy volt, hogy reggel 8 óra, vagy este 7 óra, 8 óra, úgyhogy az én vizsgám is valamikor este kezdődött, de több óráig tartott. Nagyon élvezte fűrészipari technológia, mert fa technológia az egyik területe volt, és ott a különböző faanyag vizsgálatokkal kellett neki foglalkoznia, azokat vezette. De a fűrészipari technológiába ő abszolút nem vett részt. A Tanka Sándor könyvből tanulta azt, amit tudott a fűrészipari technológiáról. A Tanka, Sanyi bácsi, ő is oktatott téged, amikor hallgató voltál? Ő helyette kerültem oda, már nem oktatott. Már nem oktatott. Úgyhogy az Illés bácsi, volt olyan vizsgánk, hogy valamikor 4 órakor kezdtük el, este 8 órakor még ott voltam, úgyhogy már ránk sötétedett. Igen. De minden apróság érdekelte, akkor mindig ment mélyebbre, mélyebbre. Laci, mivel foglalkozol most, nyugdíjas éveidet Szolnokon töltöd, visszakerültél Szolnokra? Visszakerültem Szolnokra. Hát hosszú időn keresztül, néhány éven keresztül lehetőségem volt arra, hogy az egyetemről fölkértek doktori disszertáció, diplomatervek, stb. Bírálatára. De aztán ez már az utóbbi időben elmaradt, ugye? Hát az utánunk következő évfolyamoknak biztosítani kellett már a megfelelő előadókat,
akik mi nyugdíjba mentünk, helyettünk már fiatalok kerültek oda egyetemi oktatónak, ők saját maguk tudták folytatni azokat a dolgokat, amit nekünk abba kellett hagyni a korunk miatt. Az évfolyam társaikkal van kapcsolatod? Évfolyam társak közül többekkel van kapcsolatom. Hát elsősorban itt ma is találkoztunk a Szabadhegyi Viktorral. Nagyon jó kapcsolat. Érdekes, hogy a legelső találkozásom az egyetemen Vikihez kapcsolódik. Ugyanis akkor, amikor felvételizni jöttünk, akkor beosztottak minket a kollégiumba, a különböző szobákba. És egy szobába kerültem a Viktorral. Ő neki akkor külön törőközője volt a kezére, a derekára, a fejére, stb. Egy nagyon érdekes ember volt, ilyen aprólékos. Nagyon jó memóriája van. Sokkal jobb, mint nekem. Úgyhogy neveket kapásból tud mondani mindig. Laci, egy egyetemi professzortól talán illetlenség azt megkérdezni, hogy volt utóvizsgált hallgatókorodban? Volt. Áruld el, miből? Fűrészipari technológiai témakörbe erdőmérnök hallgató volt, aki aztán, amikor másodszor eljött... Nem, hogy neked személy szerint volt-e utóvizsgált, mint hallgató? Ja, nekem nem. De volt. Fizikából, matematikából. Ki tanította be ezeket a tárgyakat neked? Fizikát a BLD? Fizikát a BLD tanította. Hát volt olyan, hogy megkérdezte, hogy egyáltalán miért jöttem én ide. Már az egyetemre. És önnál a kétféle jegy volt. Volt egy elégséges, meg az elégtelen. Szóval amikor már valaki az elégségesnél nagyobb jegyet kapott, az már valami rendkívüli dolog volt. Mert azt mondta, hogy az, aki az elégséges nem éri el, annak nincs értelme itt lenni. Ha már elégséges, akkor meg már bent van. Bildi egy remek ember volt. Matematikát Kis Ignác tanította. A náci bácsi. Náci bácsi. Hát igen. Laci, hát köszönöm szépen ezt a beszélgetést, vigyázz az egészségedre, és köszönöm szépen, hogy eljöttél Szolnokról ide Sopronba, a dupla alma máteredbe, ahol egykor oktató is voltál, azt megelőzően pedig hallgató voltál. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon jó esett feleleveníteni ezeket a régi dolgokat, és irigyellek a memóriád kapcsán, hogy ennyire jól tudsz emlékezni nevekre.